Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Zalaegerszeg Manchester United bajnokok ligája selejtező a Puskás Ferenc stadionban 2002. augusztus 14-én. 130 ezeren szerettek volna itt a helyszínen lenni, hát vannak ugye 28 ezeren, remélhetően több millióan a képernyők előtt, úgyhogy még egyszer üdvözöljük azokat, akik szeretik a focit, de azokat is, akik egyszerűen csak David Beckham frizuráját szerették volna megnézni tévén keresztül még egyszer, vagy itt a Népstadionban. A Manchester Unitedban, mint már az elhangzott, három sérült, a hátvéd Gary Neville, a kapus Fabian Barthez, illetőleg Rio Ferdinand, a 30 millió fontért vett védő is sérült. Így tehát talán a védelem összeállítása okozhatott egy pici gondot Sir Alex Fergusonnak, bár a felkészülési mérkőzések során mind a 22-essel játszott John O'Shea, mind pedig a 24-es Wes Brown kiváló teljesítmény nyújtott. Még a cserepadra is olyan ászok jutottak, mint Butt vagy Scholes, ugyanis Veron és Keane bérli ki a középpálya közepét. Négy ilyen klasszis közül kellett választania Fergusonnak. A tét nem kicsi ezen a mérkőzésen, az Zalaegerszeg azzal, hogy nem tudott itt 68 ezer embert fogadni, mint egy 150 millió forinttól esett el, de mindent egybevetve 200 millió forintot keres már csak ezzel a meccsel, hát arról nem is beszélve, amikor esetleg bejutna a bajnokok ligájába. Amire azért valljuk meg, kevés az esély, de van. A két csapat két főszponzorának állnak sorfalt, abban a trikókban a gyermekek, akiket a Gyermek és Ifjúsági és Sportminisztérium juttatott be ide a 28 ezeres Puskás Ferenc stadionba. Abba a stadionba, ahol kivonul most Bozsik Péter, ahol édesapja egykoron kiváló teljesítmény nyújtott, ugye 101-szer volt magyar válogatott, a magyar mester papája. A Manchester United legutóbb, amikor selejtezőben indult 1999-ben, akkor meg sem állt a döntőig, sőt meg is nyerte, mitől abban az esztendőben az angol bajnokságot és az angol kupát is megnyerte a United. Itt látható a magyar vezérkar az élen Bozsik Péterrel, itt pedig Egressy Gábor, akit az egyik legveszélyesebb játékosnak tartanak az angolok. Azt viszont talán kevesebben tudják, hogy a Manchesternek még egyszer kellett selejtezőt játszani, amikhozzá 1993-ban, amikor ugyanis az első körben a Kispestet egy 3-2-es Budapest és egy 2-1-es Manchesteri győzelemmel kiütött a United, ám utána a Galatasaray a célkapujában megállította Manchestert 3-3 Manchesterben és 0-0 Törökországban, tehát magyarul már a Manchester is tudja, milyen elbukni egy bajnokok ligája selejtezőt. Legutóbb Magyarországon, mint már arról szó volt, 93-94-ben, 93 szeptemberében egészen pontosan járt a Manchester. Kín akkor két gólt rúgott, reméljük most nem fog. Íme a Zalaegerszeg kezdő csapata, Sasa Ilić véd, aki a Chartontól került ide, három alkalommal már védett az angol bajnokságban is a Manchester ellen. Neki tehát vannak tapasztalatai ezzel a csapattal kapcsolatban. Valószínűleg öt ember alkotja majd a védelmet. Bozsik Péter elképzelése ugyanis az, hogy Babat és Szamosi a két szélén besegít azért, amikor Beckham és Giggs rohamoz középütt, Csóka, Budisa és Urbán próbál ellenállni, és Faragó is egy picit visszalép, gyakorlatilag Kenesei lesz az egyetlen csatárunk. A játékot egy német játékvezető, a mindössze 32 esztendős Wolfgang Stark vezeti, aki 99-ben vezette az első nemzetközi meccsét, egyébként banktisztviselő és a német mellett angolul is kiváló. Beszél. Volker Wezel és Georg Reipel lesz a két segítője. Itt pedig az egyik legnagyobb sztár, David Beckham, aki azt mondta, hogy nagyon komolyan kell venni ezt az összecsapást, szeretnék már ezen a találkozón eldönteni a további jutás kérdését, nem akar meg semmit sem a véletlenre bízni. Ha már pénzről volt szó, 10 és 25 millió font között mozog az az összeg, amelyet a Manchester veszíthet, ha nem jut be a bajnokok ligájába. És hát említettem ugye, hogy a magyar csapat nyeresége 200 millió forint, hozzávetőlegesen David Beckham mondjuk két hónap alatt megkeres ennyi pénzt. Íme a Puskás Ferenc stadion. Magáról Puskás Ferencről egyébként kiváló emlékei vannak Sir Alex Fergusonnak is, de nézzük meg előbb a két csapat összeállítását. Ebben a felállásban nem Brown, hanem Phil Neville kerül a jobb hátvéd helyére, valóságban azonban Wes Brown, aki játszik, tehát Brown, Oshie, Blanc, Sylvester, Beckham, Kinderon, Giggs, Solskjær, Van Nistelrooy, bomba csapat, talán hátul egy picit bizonytalanabb, hiszen Carroll mindössze a tizedik meccsét játszotta nem olyan rég a Manchesterben. Ilić, Csóka, Urbán, Budisa, Szamosi, de mondom Babot egy picit besegít, Faragó, Jubojevic, Vince Otto, Egressy és Kenesei. Ami a magyar csapat taktikája lehet, ahogy Bozsik Péter elmondta,
megpróbálni minél többet birtokolni a labdát, sok apró passzokkal középre tömöríteni a játékot. Középen olyan játékosok vannak, Jubojevic, Vince Otto, a föllépő Urbán, esetleg a besegítő Faragó, akik nagyon labdabiztosak, inkább lassabban előre menni, de nem eladni a labdát, minél többet legyen nálunk. És az első 20 perc nagyon fontos, hogy egy kicsit megnyugodjon a csapat. Elől Kenesei mozog majd keresztbe, és abban a pillanatban, hogy az ellenfél térfelének a közepére ér a Zalaegerszeg, reméljük minél többször lesz majd ilyen, abban a pillanatban az egyik oldalon el kell indulnia Szamosinak és Egresinek, a másik oldalon pedig majd Babatinak és Faragónak. Nem mondtam, de kitalálták. Fehérben az Zalaegerszeg, és piros mezben pedig a Manchester United. Szamosi, aki Nikolaidis és Moldován ellen is küzdött már, többek között nemzetközi kupameccsen, még az MTK játékosaként a legnagyobb falatot ugye most fogta méghozzá David Beckham személyében. Osi, egyszeres írválogatott, amikor bemutatkozott az írválogatottba, csereként jött be a horvátok ellen a 84. percben, és a hosszabbításban összehozott egy 11-est, azóta nem is válogatták be. Blom, a csapat korelnöke, 5 évvel idősebb, mint a játékvezető például. Csóka, akiről azt érdemes mindenképp tudni, hogy láthattuk azt a bizonyos videót, a Manchester meccset. Nos, ő ott labdaszedőként tevékenykedett, hiszen videóton nevelés. Kenesei kap szabadrugást, Veron bántotta. Vince Otto, neki pedig van ugye Bajnokok Ligája tapasztalata, ki ne tudná, még 95-ben Ferencváros Grasshoppers, pontosabban Grasshoppers Ferencváros meccs, 2 gólt is szerzett. Urbán indítja Egresit. Egresi keveredik át a jobb oldalra és teszi középre. Blanc kapcsolja le a labdát. Keen, Veron. Megint Roy Keené a labda. Sylvester zavarja meg Egresit. Amikor a Manchester támad, akkor ha nem is olyan módon kell letámadni, mint a Zágráb ellen, de meg kell támadni a labdát birtokló játékost, és a labdát birtoklóval szemben lehetőség szerint létszámfölényt kell kialakítani. Ez Bozsik Péter alap elképzelése. Az persze egy más kérdés, hogy ezen a meccsen az történik-e, amit a Zalaegerszeg akar, vagy inkább az, amit a Manchester United. Beckham indításába sikerült belelépni, így most már West Brown dob. Keené a labda. Pillanatnyilag ő a csapat botrányhőse, írt egy önéletrajzi könyvet, és mindenkiről leszedi a keresztvizet. Mondjuk magáról is, elsősorban nem a keresztvízről, hanem az alkoholizmusáról ír, hogy nem egyszer részegen járt edzésre. Brown jött előre, és ő találkozott az egyik magyar játékossal. Brown is fájlalja a lábát, de reméljük Igor Budisának sincs semmi baja, aki a német másodosztályú Saarbrückentől érkezett még a szezon elején. Beckham szabadrúgása jöhet a 3. perc végén. Előre jön Brown is fejelni, középütött a góljáros Van Nistelrooy. Nincs veszély, Giggs fejeli azonban oldalra, úgyhogy még lehet veszély. Keen, ő a csapat kapitánya. Tavaly ugye Stam írt önéletrajzi könyvet, abban Fergusont bírálta, ő már nincs is a csapatnál, már mint Stam. Giggs beadására kellene jönnie Ilicsnek. Nem jön. Csóka azonban eltakarítja a labdát, és most már talán meg tudunk lendülni Faragó révén. Nem Jubojevic az, bocsánat, Jubojevic. Milyen szép gólt rúgott a Zágrábnak. Kenesei hozza játékba, Egresit a technikai hiba után, bár talpalva szerelt az angol játékos, aki nem volt más, mint Osi, mégis mehet tovább. Nincs les most sem. Solskjær. Solskjær a 16-oson belül. Solskjær lő, kapufa! A 4. percben a baba arcú orgyilkos, ahogy hívják Ole Gunnar Solskjaert, egy picit téved, egy picit mellélő, szerencsénk volt. Veron. Argentin írös játék, mert kint kapja a labdát, bevonnak egy Velsit is, Giggs-et állítjuk meg. Veron messziről, levágódik Urbánról. Sylvester jön előre. Ez les, Solskjær és Van Nistelrooy is lesen. Ilics minden esetre biztos, ami biztos, eltakarítja onnan Ole Gunnar Solskjaert. Ő rúgta még 99-ben ugye a Bajnokok Ligája döntőjében a Bayern ellen a győztes gólt. Itt lehet látni, hogy valóban ketten is lesen, elsősorban Van Nistelrooy, aki mozdul a labda felé. Strampe. Nagyon jól vette észre, Stark játékvezető, és lefújta az esetet. Itt pedig még egyszer megnézhetjük a kapufát. Ilics talán arra számított, hogy a hosszú sarokot veszi célba. Solskjær. Ilics egyébként tegnap az edzésen, amikor nézte a Manchestert, minden magyar játékosnak elmondta, hogy ma megütjük őket. Édesapja pedig egy hatalmas termetű úriember, aki egy egyes csárton feliratú mezben flangált, ezzel is dühítvén egy picit a manchesterieket. Sylvester, Giggs,
A dühösek persze nem lettek ettől. Keane engedi maga elé a labdát. Solskjær hátra, Beckhamhez. Osi indít, Van Nistelrooy megint csak lesen. Ez volt, nem, most nem vagyok ebben annyira biztos, minden esetre köszönjük meg a partjegyzőnek. De bizony itt az indítás pillanata, Van Nistelrooy lesen van, egyébként is hosszú volt a labda. Wesel sporttárs azon az oldalon. Sir Alex Ferguson 1986 óta irányítja a Manchestert, ez a 16. szezonja. Mindent megnyert, még lovaggá is ütötték, ugye? És ő mindössze 13 éves volt, amikor Glasgow-ban szülő földjén látta játszani az aranycsapatot egy skót magyar meccsen 134 ezred magával, és akkor 4-2-re nyertünk. Mi több, az első gólt az a Bozsik József rúgta, akinek a fia ugye most az a Zalaegerszeg mestere, Babati. Nagyon szép eddig. Nem is tudnak mit kezdeni Egresivel, Babati. Ez a csel is bejön, Babati, egy jó beadás kéne, vagy legalább egy szabadrúgás, ez mindenképpen megvan. Ez is a haditerv része, minél több szabadrúgást kierőszakolni, hiszen Kenesei nagyon jól rúgja a szabadrúgásokat, és ne felejtjük el, hogy Zágrában Csóka esése hozta meg végül is azt a bizonyos 11-est, amivel tovább jutottunk. 7. perc, Kenesei a labda mögött. Bent közép, itt óriási a harc. Jugojevic is ott van, előre jött fejelni. Középen Csókát látom, de többen vannak a pirosak. Kenesei, egy jó beadás kéne. Rövid sarok felé. Osi vetődött ki jól. Carroll vetődött ki jól. Carroll, amikor először volt kezdő tavaly az angol bajnokságban az Aston Villa ellen, 4. percben már gólt kapott. Barthez helyettesítésére szemelték ki, előtte harmad, majd másodosztályú csapatokban védett csupán. Sylvester. Giggs nem arra indult. Babati a labda. Ez könnyelműség volt, Giggs Csóka próbál javítani, sikerül. Újabb eladott labda, Jubojevic ezúttal, Veron. Nagyon padlón volt, csak sétált és sírdogált a Manchester éjszakában, saját bevallása szerint a tavalyi szezonja elég katasztrofális volt, mi több az argentin válogatottal is lebőgött a világbajnokságon. Sylvester harcol ki pardobást és dobja is be a labdát, igaz, ez már egy másik, nem az, amelyik kiment. Veron finom csele, Faragó tartotta föl Juan Sebastián Veront. Boszorkány volt az édesapja, Pablo Bece neve. Ő pedig a kis boszorkány, Giggs, még a vonal előtt elcsípte. Giggs van legrégebben a ma játszók közül a Manchesternél, már 7-szer volt például bajnok a Uniteddel. Keane 6-szor, aztán jön Beckham és Neville 5-ször. Összeszokott gárda, igazából új igazolás ma nincs is a csapatban, hiszen Rio Ferdinand sérült. Talán augusztus 23-ára a Chelsea elleni bajnokira tud fölépülni, és majd a visszavágon 27-én kedden játszhat ő is az Zalaegerszeg ellen, csak úgy, mint Barthez kapus. Ilics. Ne feledjük, azért nálunk is van hiányzó Nagy Lajos, Molnár Balázs és az eltiltott Kocsárdi. Van Nistelrooy csóka szorításában. Van Nistelrooy fordul be. Nem szabad őt hagyni. Ő lett az év játékosa Angliában. 2 szavazáson is az élen végzett. Az elmúlt idényben nyújtott teljesítménye alapján. Blanc fejeli le a labdát. Van 19 éve mutatkozott be francia, első francia csapatában, a Montpellierben. Az együttes veteránja. O'Carroll énekelt egy Gronnil Sedeka, és ugyanezt énekelhetik most a manchesteri játékosok. Carrollt hozta zavarba Kenesei. 10. perc, egyelőre egyenrangú ellenfél az Ete, és ez nagyon jó. Babati a vonalon vezeti végig. Kényszerítő sajnos nem jön be. Veron böki arrébb a labdát Faragó mellett. Urbán pedig hagyja, hagy legyen Ilicsé. Az első nagy rohamot ugye Solskjær kapufáját megúsztuk. Azóta egy picit óvatosabb a csapat, csak nem szabad hátul eladni a labdát. Urbán, neki is van angol élménye. A Wembley-ben játszott még az angol válogatott ellen 96-ban a magyar csapat tagjaként. Van Nistelrooy paskolja meg. Urbán, mikor megkérdeztem tegnap az esélyekre, azt mondta, kijövünk, focizunk egy kicsit.
Azt nem említett, hogy ketté szeretné harapni Van Nistelrooy torkát, de Urbánt ismerve ez is feltett szándéka. Urbán indított, Szamosi jön előre és lepatta róla Bekem. Keneseinek nincs esélye Osivel szemben. Vince Otto megpróbálja visszahúzni Veront, előnyszabály, Van Nistelrooy teszi le a labdát, Kín. Solskjær jött hátra. Megy mellette Silvestro, Giggs most középütt, csókáról szögletre pattan. Nagyon jókor érkezett tehát Csóka Zsolt, 7 éve az Ete játékosa. Ide jó lenne egy olyan élmény, mint amit labdaszedőként átélt a Videoton ellen 85-ben. Bekem érkezik a szöglethez, a 11. perc végén. Csak a testemen keresztül mutatja Ilics. Kezét most nem használja, mert nem jön ki, nem is kell. Szöglet lesz, hozzáért Igor Budisa. Kín, kis szöglete, Veron. Veron. Egresi állította meg, és már ez is vastapsot sikar ki a 28 000 nézőből. Fantasztikus egyébként a hangulat. Szamosi. Megpattan rajta a labda, Babati emeli föl. Kenesei veszi le nagyszerűen, csak egyelőre egyedül van elől. Kenesei most megy a jobb oldal, meg megy a bal oldal is. Egresi próbálja játékba hozni, ez jónak tűnik. Osi emeli föl, Carroll pedig. Ez bármelyik péknek dicséretér váljon ez a kifli. Osi. Babati. Ez Babati Ferié. Jól vette át a labdát. Szamosi. Nem jutott el a címzethez, Bekem fordul most már. Giggs középütt, nagyszerű labdaszerzés Budisa részéről, és most már megint Babati a félvonalnál. Kenesei kiugrásra kész, egy vonalban helyezkedik ugye az angol védelem. Kenesei, ez az a bizonyos keresztmozgás, övé is a labda, be kéne csapni valahogy Silvestrot. Kenesei, nem sokan segítenek neki, lehet persze, hogy nem is kell. Kenesei egy kötényt próbál adni, aztán földobja magát. Stark nem eszi meg. Bekem kínos játék. És a túloldalon meglódul most a Manchester United. Jó a szerelés. Blanc. Veron. Keane. Kemély a labda, Phil Neville próbál segíteni. Hú, de kell egy csókamentés, a Solskjær lövése pattal le. Még egyszer Solskjær, ez Ilicsé. Brandt helyett tehát Phil Neville került az utolsó pillanatban a csapatba. Az előzetes összeállításokban még Wes Brandt adták meg. Veron. Solskjær. Vigyázzunk rá, Solskjær. Még egyszer középre. Szöglet. Eddig Ole Gunnar Solskjær keveri a legtöbb bajt. És most már van baj bőven. Bekem jön a szöglethez. Tizennegyedik perc, át a túloldalra. Kín ugrik föl. Bekem és Kín pedig mostanában nincsenek ugye jóban. Kín ebben a bizonyos önéletrajzi könyvében, amelyben bevallja például, hogy 16 hónapja szándékosan rúgott le egy embert, a Manchester City játékosat, Haalandot, akit egyébként azóta háromszor operáltak, és vége is szakadt a pályafutásának, állítólag följelenti Roy Kint polgári bíróságon. Szóval azt is mondta, hogy a csapat nagy részét a luxusautók, a kastélyok és a különböző órák érdeklik. Bekem egy picit magára vette, és úgy nyilatkozott az angol sajtónak, hogy egyetlen egy ember van, aki bírálhatja a csapatot, és az nem Keane, hanem a menedzser, Sir Alex Ferguson. Hogy aztán ez a pici kis belső vihar mennyire hat ki Keane és Bekem játékára a középpályán, azt lehetetlenség megmondani. Az eladott labdák viszont nagyon kihatnak a mi játékunkra, megint Babati hibázott, szerencsére sikerült javítani, sőt Vince Otto mutatós két csele után jöhetünk előre. Na Otto. Babati. Faragó próbál segíteni, ezek az apró pici passzok, Jubojevic föllép, Urbán is, na most talán egy létszám fölén sikerül kialakítani, Egresi próbál kilépni Osi mögül, Osi elesik, nem magától, sajnos.
Stark lefújja. Mi több még? Meg is próbálja szóban fegyelmezni Egresit. Aki kétségtelenül elrölögte Oshit. Urbán. Szamosi nem tudta elérni. Egyetlen egyszer 1985-ben az Intertotó kupában tudott indulni az Zalaegerszeg. Akkor Sir Alex Ferguson, akit az előbb láttuk, már túl volt több skót bajnoki címen és keggyőzelmen az Aberdeennel. Van Nistelrooy. Beckhamhez nem jut el, Szamosi. Jubajevic körülnéz, aztán átveszi a labdát. Jubajevic megint. Meglehetősen későn, 13 éves korában kezdett el focizni Jubajevic. Annál jobb azóta, Kenesei. Beckham állítja meg, majd Bozsik Péter kezeli le a labdát. Szamosi. Vince Otto. Eddig sajnos a nagy ágyúzóink nem tudtak lövőhelyzetbe kerülni, gondolok itt Keneseire és Vince Ottóra, pedig az átlövés szép fegyver lehet. Vince jól vette észre Babatit. Bátran, Feri, bátran, Babati. Giggs jön vele vissza, Blanc. Giggs. Meg lehet őket zavarni, Kim veszítette el a labdát, Jubajevic. Jó a csel, most kéne hátra tenni, Faragó is bemutat egy csel, Faragó emel, mellé. Nem baj, szép volt, eljutottunk a Manchester kapujáig. A Kispesttől igazolt Faragó István. Vár még első zalaegerszegi góljára, reméljük nem sokáig. Kenesei. Talán ilyen agresszív játékra nem számított a Manchester. Ne feledjük el, hogy komoly tétmeccset a United nem játszott még ebben az idényben, hiszen csak a hétvégén indul az angol bajnokság. Az, hogy az amszterdami tornán harmadikak lettek, vagy például a Dán Orhuszt 5-0-ra megverték, sokat egy BL selejtezőn nem jelent. Babati. Inkább hátra, ez a biztos csóka, Budisa. Vince Otto. Nagyon szépen tovább, bejön Veron mellett, Urbán. Egresi felé. Egresi gyorsaságát eddig nem sikerült kihasználni, szó mi szó, a fiatal Oshi jó teljesítményt nyújt. Van Nistelrooy fedezi a labdát, ehhez nagyon ért. Ruud van Nistelrooy. Blom. Tegnap zavarba hoztuk őt, amikor valaki bezárta a Manchester öltözőjét az edzésen, és Blom nem találta a kulcsot. Reméljük, ma sem nála a helyzet kulcsa. Egresi. Félnevél mellett, ez az Gavi. Félnevél azonban segít. És immáron újra Laurent Blanc, Európa világbajnok. Bajnok csak egyszer volt, még francia bajnokságot nyert az Auxerre-rel. Rábeszélték, hogy maradjon még egy évet. És ő maradt. Itt Fergusonnak. Aki azt mondta, hogy ebben az évben megint nyerni fog valamit a Manchester, mert tavaly nem jött össze semmi, és még egy ilyen évet nem engedhet meg magának a világ leggazdagabb futballklubja. Babati. Babati még, Kenesei kéri, meg is kapja, kicsit hosszan veszi át, nem baj, itt talán még jobb Jubajevic. Üres a bal oldal, Vince Otto. Les nincs, csak a szél ne vigye ki a labdát, nem vitte ki, Szamosi. Otto ezt is bekalkulálta. Egresi. De középre, Faragó elől ment a védelem, és most már Keane Giggs-et hozza a játékba. Ez viszont jó lehet, Kenesei. Na talán Blanc mellett, van keresni való, Kenesei, Kenesei lő! Szöglet! Kenesei tavaly a csapat házi gólkirálya volt. Idén is a bajnokságban két gólt rúgott ugye a Kispestnek, most belelé Blanc, és ezért nem megy a rövid sarokba a labda. 20. perc. Kenesei szöglete. Egresi jön a rövid sarok felé. A labda a hosszú oldal felé száll! És még tán tudunk valamit kezdeni. Szamosi okosan le. Babati. Kenesei és Beckham. Beckham előnyösebb helyzetben. És a partjelző segít a helyzet megítélésében. Kenesei valóban egy picit buktatta Beckhamet. Greipel renget ezen az oldalon. Ő 44 esztendős. Egyébként holnap mennek majd el a Manchesterre ellentétben csak a bírók, akik Ring János vendégszeretetét élvezik, ő
a bírók hivatalos kísérője. Beckham. Keane. Blom. Nekem. Állítólag teljesen egészséges, ugye a világbajnokságra is egy picit sérülten utazott, lábközépcsont törése miatt. Ez pont egy BL meccsen szenvedt el. Babati hosszú. Lendületesen, de nem kapkodva kell játszani. Keane. Giggs. Azt írta egyszer egy angol újság, Giggs, ha megindul, akkor nehezebben lehet elkapni, mint a Nathan Kaliforniában. Hát itt ez most sikerült, mármint megállít a Giggs-et. Jubojevics. Kenesen Jubojevics-sel a kényszerítő. Kint tempó hátrányban. Jubojevics nagyon jól fedezi a labdát, remekül játszik eddig. Faragó, ő is kiválóan illeszkedett be a csapatba. Jubojevics. Szilvesztra könnyedén cselezi ki Keneseit. Nem kockáztat sokat az Zalaegerszeg, de nem is szabad. Van Nistelrooy csóka mögötte. Gyönyörű szerelés Csóka Zsolt. Vince Otto. Szamosi csóka, majd Budisát is bevonják. Urbán, ez az sok apró pici passz, minél többet nálunk a labda. Nem baj, a hátul van, amíg nálunk. Van Nistelrooy szét is tárja a kezét. Ha nem jöttök előre, fiúk, ezek nem fogják eladni. Egresi, most meg lehet lódulni. Egresi, ez talán lövőhelyzet. Lepattan a lövés. Szögletet mindenképpen megér a dolog. Bátorság, bátorság. 22. perc. Élénkül a tömeg. Állítólag van 2000 angol is valahol, ők most csöndesebbek. Kenesei szöglete. Kapu felé jön! David Beckham majdnem fejelt egy öngólt. Blauma képen. Lehet, hogy az ő fejéről, nem Beckham fejéről, jól láttam, ment fölé. Kicsit lejjebb megy, biztos gól. Kenesei. Ez se rossz! Szöglet lesz a másik oldalon, Carroll ért hozzá. A szél egy picit megtévesztheti az angolokat is. Bár amikor tegnap az edzésen megkérdezték, hogy szakadt az eső az angoloktól, mit szólnak az időjáráshoz, azt mondták, hát ilyen egy angol időjárás. De nézzük egy magyar gólt mondjuk. Lökést látott az éber német. Banktisztviselőnek precíznek kell lennie, erre tanította az élet. Lefújta Jubojevics megmozdulását. Beckham. A hölgyek kedvéért világ legdrágább esküvőjén vett részt ugye Beckham annak idején Post Spice-szal. 120 ezer fontot adott csak a nyakláncért. Veron. Viszont az esküvő után pár nappal szóltak, hogy jó lenne az ezüst étkészletet, ha visszahozná Nász nép. Vince Otto. Szamosi. Nagyon jó Egresi. Középütt csak Kenesei. Jön Faragó is. Vince Otto felé a labda, picit meredek. Kenesei mutatja, hogy talán vissza kellett van gurítani. Otto még eléri. Babati. Jubojevics. Urbán most nem kapja, pedig bemozdult a résbe. Csóka, Budisa. Van Nistelrooy állandóan megpróbálja előre zavarni, leginkább Solskjaert, hogy végülis a magyar védelem is zavarba hozható. Reméljük nincs igaza. Urbán. Jubojevics. Pillanatra Babati üresen volt a jobb oldalon. Faragó, szép gurigázás. Vigyázni kell, Kenesei lesen van, Egresi észre is vette. Jubojevics. Veronnal nagyon nem lehet szórakozni. Veron. Ajajajaj, lesz így jó. Ne jajgassunk, ha nem muszáj, Van Nistelrooy volt lesen. Ruud van Nistelrooy Oss városában született, ez egy holland kisváros, és bizony nem volt lesen, úgyhogy köszönjük meg most a német partjelzőnek. Akkor még gyerekkorában hátvéd volt, és amikor a Heerenveenhez igazolt, 200 kilométert utazott minden nap, amikor meccs volt, hogy lássa Dennis Bergkampot játszani. Itt Bozsik Péter és mellette Simon Antal, aki feltérképezte a Boca Juniors elleni barátságos mérkőzésen a múlt hét szombatján a Manchestert az Old Traffordon. Veron, jól sikerült a feltérképezés. Veron. Giggs. Szabadrúgás. Urbán mutatja, hogy ő nem csinált semmit, de nagyon helyesen a labda előtt mutatja, így aztán az angolok nem tudják gyorsan elvégezni a szabadrúgást.
Veron a focival tűnt ki világ életében. Saját bevallása szerint például iskolai érdemjegyei közelebb álltak a nullához, mint az egyeshez. Jól tanulhatott Veron. Hozzáteszem, 14 évesen beleszeretett egy prostituáltba. 17 évesen pedig már élettársa volt, akitől gyerek is született, de mind a mai napig együtt élnek. Na ennyit a csapodár, és kicsit hirtelen Veronról, közben eladtuk a labdát Kíné, és megkapja Veron, immár higgadtabban, mint 14 évesen. Phil Neville, Beckham. Kín. Minden magyar játékos a saját tér felén, Beckham. Neville, Van Nistelrooy, de jön Ilić. 193 centi, majdnem 90 kiló. Ausztráliában nevelkedett egyébként, és angol felesége van, Sarah. Itt a jó kilépése, hozzáteszem, Csóka is ott volt Van Nistelrooy mellett, mielőtt nagyon aggódtunk volna. Csak az nem hibázik, ugye, aki nem dolgozik, majd Budisa adta el a labdát. Beckham, Veron, Keane, Giggs tovább. Kicsit félt Verontól Faragó, vagy csak tudta, hogy Veron rosszul fog passzolni. Babati szólóra vállalkozik. Faragó, Kenesei, ott van Vince Otto is, Kenesei inkább Faragóhoz. Félek a szélben, hogy ez nem lesz jó, Szilveszter elszámolja magát. Most megpróbált neki egy kötényt adni Babati, ez nem sikerült. Veron. Veron Van Nistelrooy és a most nem játszó Rio Ferdinand az elmúlt két évben 71 millió fontjába került az angol csapatnak. Veron nem hozta be az árát tavaly. Ez egy kis kabala, ez a kötés ott a térdén. Giggs. Lassan lepereg az első fél óra, Solskjær kapufáján kívül két egyenrangú csapat. Osi. Csóka, Ljubojevic, indul Egresi, kapja Vince Otto. Vince Otto nem mert indítani, valamikor kell azért, 90 percig nem lehet nála a labda, Csóka. Újra ő, most ő lép be bátran a támadásba, ilyenkor Urbán és Budisa maradt hátul. Ljubojevic. Vince Otto, Budisa. Kenesei is hátra jött. Ez legalább a 10.-12. passz egymás után. Magyar lábról magyar lábra. Ljubojevicet most tiszteletbeli magyarra avattuk. Ljubojevic. Inkább hátra, úgy van Urbán. Urbán. No Flóri. Még a Mehelen színeiben játszott a Newcastle ellen egy barátságos meccsen, ennyi angol élményt tudott még fölvonultatni a csapat legrutinosabb játékosa. 34 éves Urbán Flórián. Ilićhez küzdjük vissza. Ő már nem adja hátrább szerencsére. Solskjær fejjel. Így a jó, vonjuk be az ellenfelet, ha így megy. Ljubojevic lábát koccantja össze Veron. Sportszerű egyébként a mérkőzés, Ferguson csüccselle. Még saját bevallása szerint is pocsék focista volt. Vince Otto, ez jó! Ő nem tudom milyen ettől lesz, de jó futballista. Pár mutatós csel után, sistergős bomba. Carroll nem is tudja fogni. Húzzunk csak nyugodtan egy strigulát a magyar helyzet rovadba. 30. perc, most nem Kenesei, hanem Egresi végzi el a szögletet. A labda állóban táncol, csak a tetején. Beckham. Egyébként 99-ben, amikor selejtezőt kellett játszani a legutóbb a Manchesternek, akkor a LKS Lodz csapatát, egy lengyel együttest kapott a Manchester, nem tudtak idegenben nyerni. Solskjær. Otthon 2-0, idegenben csak 1-0-0-ás döntetlen, de ez elég volt a főtáblára jutáshoz. Magyar csapat viszont a BL selejtező kapujában soha nem nyert még hazai pályán. Kenesei lesen.
pedig próbálkozott a Vác, az MTK kétszer, még a Ferencváros is, amikor tovább jutott ugye az Anderlecht ellen, akkor az idegenbeli 1-0 hozta meg igazából a továbbjutást, nem pedig a hazai 1-1. Már az biztosította be. Szilvesztra. Kicselezte őt egy magyar gyeptégla. Jubajevics. Hajne hátra, haj előre. Nem mi jövünk, hanem Szilvesztra. Kín. Veron. Csóka mellett húzogat. Phil Neville. Veron, nem szabad, hogy megforduljon. Urbán is tudja. Nem is fordul meg Veron. Szilvesztra. Solskjær. Szerencséje van a norvégnak, ez viszont már annál szebb csel. Solskjær lő. Ihet, lőhet, ahogy mondani szokás. Annak idején ugye 65-ben, ahogy Egervári Sándor is utalt rá, a Ferencváros játszott a Manchesterrel, 3-2-re kikapott Manchesterben, aztán Novák Dezső góliával itt a Népstadionban 1-0, a harmadik meccsen pedig 70 ezer néző előtt Karába emlékezetes gólja és Fenyvesi találata után 2-1 VVK elődöntőben, aztán utána a kupát is megnyerte a Ferencváros. Veron. Urbán. Ez már nem csak a verebeket riogatta, Roy Keane lövése, de nem baj, amíg fölé lövi, nagyon nincs ok az aggódásra. Sir Alex. És Ilics kirúgása. Volt jugoszláv válogatott is Ilics. Reméljük most sincs túl még a fénykorán. Urbán. Kenesei indul. Szilvesztra. Solskjær. Újra Szilvesztra. Egyelőre ebben a szélben a szelet kifogtuk a vitorlákból, mert sem Giggs, sem Beckham nem tudja meghúzni a két szélen. Annál inkább Egressi vagy például most Babati. Szilvesztra. Veron csak megtolja. Ez már a milyen csóka. Jubajevics. Budisa. Vince Otto. Egressi. És most Paragót várja középük. Osi. Ő is várta. Kín. Van Nistelrooy. Tavaly rekordot döntött a Premier League-ben. 8 egymást követő bajnoki rúgott gólt. Kétszer is műtötték a jobb térdét. Ferguson személyesen utazott oda és biztatta Van Nistelrooyt, hogy nyugodjon meg, ilyen sérülést szenvedett el annak idején Mateusz. Vagy éppen Giggs is. Solskjær. Giggs. Ajajaj, szabad rúgás lesz. Baj volt, Szamosinak csúsznia kellett, mert nem csak Kín volt üresen, aki átvette a labdát, hanem a jobb összekötő helyén Beckham is. Más kérdés, hogy ez a szabálytalanság most igencsak átmeneti megoldás, mert a labda mögött ott van a nagy David Beckham. Itt bukik át Szamosi lábán Kín. Hát neki ez elvileg olyan, mint a 11-est rúgna. Az egyik ifi edzője mondta azt, hogy az ifiben 20-25 méterről egyszer megkövetelte Beckhamtől, hogy rúgja be. Itt még ugye a kapusok gyengébbek, nem érnek oda a felső sarokra. Rutin munka neki ez. Beckham. Megpattan a labda! Pattanjon meg máskor is. Nagyon szeretjük David Beckhamet, de nagyon örülünk, hogy ezt most nem rúgta be. Solskjær hátát találta el. És egykoron még ő is inos volt, Webb vagy Brian Robson cipőjét pucolta szó szerint. És amikor 13 évesen a Manchesterrel inas szerződést kötött, akkor másfél órát várt rá személyesen Sir Alex Ferguson. Igaz, akkor még nem volt Sir, csak Alex Ferguson. Ugyanis a család elakadt a forgalmi dugóban. Hát itt most nem volt dugó. Babati.
Csóka. Összjáték Veronnal, bejön. Ljubojevic teszi hátra, Urbán. Ilić. 10 perc. Urbáné a labda. Ajajajajaj, Vince Otto. Bekem jöhet. Van Nistelrooy engedi át Kinnek. Van Nistelrooy helyzetben. Jó becsúszás. Nagyszerűen ért vissza Urbán. Hú, de nagyon kellett. Babati. Az ő harcossága is. Most már szabadulni kell a labdától. Babati felé remekül. Szamosi, Vince Otto. Csóka. Eddig felépített támadást nem nagyon tudott vezetni a Manchester. Az eladott labdáinkból alakult ki egy-egy helyzet, helyzetecske. Budisa. Tán először jár az ellenfél tér felén. Egresi. Ljubojevic. Babati. Csóka. Urbán. Jön Szamosi, ugrik Bekemmel, Szamosi elfejeli a labdát. Károlé. Bekem. A Manchester sem kockáztat azért sokat, ők pontosan tudják, hogy szűk két hét múlva azért van egy visszavágó az Old Traffordon, ott pedig csapat legyen a talpán, amelyik nyerni tud. Igaz, volt már erre példa. Simon Antal mutogat, Boranyák Gyúró pedig hozza a fagyasztót Ljubojevic lábára. Kenesei. Pillanatokra volt az övé. Veron. Kín. Giggs. Veron. Nyakán Vince Ottóval. Kín, Veroné a labda. Most egy picit lukasak vagyunk ugye középütt, mert Ljubojevicet ápolni kellett, de hála az ápolásnak visszatért. Ember hátrányban játszottunk egy kicsit. Faragót láttuk a képen, elszánt tekintettel. Veron, Kín. Kín, Vince Otto mellett, Kín még. Urbán, estében el tudja rúgni, csúszni kell, így van. És még Egresi lehet mérges Phil Neville-re. Itt a szabálytalanság. Egresi pedig olyan gyorsan fölpattan, mintha a talpra magyart szavalta volna neki Phil Neville. Bozsik Péter és Simon Antal. Élete meccse lehet ez Bozsik Péternek. Mint ahogy minden zalaegerszegi játékosnak. Urbán. Csóka. Babati. Ljubojevic, Urbán. Jó észrevétel, rossz passz, Szilveszter. És most Solskjær. Négy támadó, négy védő, Solskjær. Csókának kell kimennie, Solskjær lendületben, nem szeretem ezt. Giggs vissza, Veron, kicsit pontatlan, Giggs és Veron. És most kihozhatjuk, Ljubojevic. Vince Otto. Phil Neville. Meglendül a jobb oldalon, Phil Neville, Szamosi. Tanítani való becsúszás. Szamosi Tamás. Bekem. Szabadrúgás befelé, kicsit a névre is fújt, érzésem szerint Stark. De azért oda is rúgott Szamosi. Nekem mutatja, nem 9-et, ő 10-et mutat, mert ugye 10 yard elvileg az a távolság, amin a sorfalnak labdától kell lennie. Dühös David. Visszajön Kenesei is. És minden magyar már nem csak hogy a saját tér felé, hanem a saját 16-osán belül. Szöglet lesz egyébként, mert a szabadrúgás gyorsan elvégezte Bekem, független attól, hogy közel volt a sorfal. Bekem szöglete. Ott a csúsztatás, Urbán pedig leveszi 6 méterre a kaputól, és indítja Vince Ottót, aki még a talpával veszedgeti Veron mellett.
Ha pirosban lennének, azt mondanám, ez az angol hidegvér. Nincs kinn a labda, ezt inkább magyar könnyelműségnek nevezem így. Csóka, ugyan el onnan valaki, jó van, kinn elrúgta. Az, hogy egyre dühösebbek a manchesteri játékosok, az azért az Zalaegerszeg elismerése is egyben. Ja, magabiztosak, nyugodtak voltak. Ferguson érzi, ez nehezebb parti, mint amire talán számítani lehetett. Nem tudom megmondani, ki a kócosabb, Beckham vagy Vince Otto. Blanc. Senki sem kért rá, hogy mondja meg. Mamati. Faragó. Veron mellett. Faragó. Ljubojevic, Urbán. Mamati. Ez lesz. Egres. Igen. Tökéletesen látható vonalban a kamera. Gyönyörű mozdulattal mutatta a partjelző Veron. Blom. Keen. Veron. Miénk lehet, úgy van. Sőt, Kenesei megpróbálja kihasználni a gyorsaságát. Blomnal szemben Carroll. Veron most már. Ezt a három percet ússzuk meg gól nélkül, és aztán úgy jöhetünk ki a második félidőre, hogy döntetlen az állás. Ha ez sem ad önbizalmat, akkor nem tudom mi, bár hozzáteszem, nagyon nyugodtan, szépen kultúráltan futballozik az Zalaegerszeg. Egyelőre a 85-ös videótorra annyiban mindenképpen hasonlít az Zalaegerszeg, hogy a Manchesternek nehéz pillanatai vannak. Beckham. Solskjaer elől, szabadrúgás kifelé. Abban egyébként a videóton és az ETA mindenképpen hasonlított egymásra, hogy sem akkor, sem most nem tudták kimondani az angolok, hogy hová valósi a csapat, aki ellen játszanak. Akkor a Székesfehérvár, most az Zalaegerszeg szó ütközik komoly nyelvi nehézségekben egy brit ajtú számára. Kenesei fölugrik, Osi viszont fejel, Csóka. Ilyen Van Nistelrooy fogja a derekát. És nem kezdeti reumája miatt, hanem azért, mert odaütött egyet egy magyar védő. Veron. 2 perc van hátra. Veron emel. Kapus, kapus, kapus. Pilic. Sasai is jött. Megütjük őket, szó szerint ezt mondta tegnap. És elnézve akkor meg most is az arcát, szó szoros értelmében is érthetné akár. Hihetetlen tűz lobog benne. Budisa szerel. Budisa szépen nyugodtan mindig beszereli Van Nistelrooyt. Urbán. Ezek nem jók azért. Veron. Magyar vérnyomásnak ezek a passzok nem tesznek jót. Mamati. Giggs. Veron. Keen. Némi meglepetés számomra, hogy Giggs nagyon sokat játszik középütt. Így gyakorlatilag a bal oldalon teljesen veszélytelen a Manchester, és a jobb oldalt Beckham sem tudja befutni Szamosi mellett. Jönnek aztán az ívelések, ezt meg Budisa könnyűszerrel fejelgeti ki Van Nistelrooy elől. Annyi szerencsék meg kellett az elején, hogy legyen, hogy ne menjen be egy magyar kapufáról Solskjaer lövése. Belül az utolsó percen, az első fél időben Blom. Zeng Zuga, hajrá Zete. Giggs. Ilic. Solskjaer tudja, nem szabad tengelyt akasztani egy ekkora kapussal. Nincs még, azért megtörli magát a mezében. Majd megvalósítja a tervét, és a túlsó térfélre rúgja a labdát. Silvestro. Ez a milyen? Mamati. Elképesztően sokat fut Mamati.
Szilveszter. Mehet tovább, mutatja a partjelző. Egy perc hosszabbítás lesz, amely már meg is kezdődött. Giggs. Solskjær. Vigyázni Florin. Van Nistelrooy hátra, Veron. Most a jobb oldalon többen vannak. Phil Neville. Beckham. Picit a háta mögé. Veron. Közben visszaértünk. Ugye nem lesz baj most már. Veron csóka. Solskjær fejeli le, és még ott a helyzet Van Nistelrooy. Miért kell ezt az egy percet hosszabbítani? Giggs a képem. Itt Csóka elszámolta magát, megesik ez mindenkivel, és aztán Budisán pattan fel a labda, amelyet Van Nistelrooy húz felé. Ilics Pilanyag három labdával is elvégezhetné a kirúgást, ha akarná, ez ágában sincs, jelzem. Pedig még meg kell tenni. Jó, nagyot bele, aztán úgyis lefújja ez a derék 32 esztendős német sportember. Így van, meg is történik. Kedves nézők, a félidőben Zalaegerszeg, Manchester United lehet, hogy sokak számára hihetetlen, de 0-0. És ugye azt mondta Urbán Florián, amelyre utaltam a mérkőzés előtt, hogy mi lesz itt, hát focizunk egy kicsit. Jelentem, a Zalaegerszeg valóban focizott legalább egy fél időt, és ezért minden dicséretet megérdemel a magyar bajnok. Hozott a Manchester, és egyel több szögletet rúgtunk viszont mi, és egyszer egyel többet futott a clashre a Manchesteriek. Nagyon-nagyon jó lenne villámgyorsan elkezdeni a második fél időt, mert az ellenfél még nincs itt, ugyanis a Zalaegerszeg már kijött, Alex Fergusonnak azonban bőven volt mondani valója, mert a világ leggazdagabb csapata egyelőre nem látogatott ki még a Puskás stadionba a második fél időre. Úgy látom, a mieinknél nincs csere, itt pedig az első fél idő legnagyobb helyzete, Solskjær kapufája. A túloldalon Kenesei lövése, ebben lépett bele Blan, Carroll haragját kivívva, már nem azzal, hogy belelépett, hanem hogy egyáltalán Kenesei lövőhelyzetbe kerülhetett. Innen is megnézhetjük. És aztán a legnagyobb magyar lehetőség, Vince Otto sistergős bombája, nem csapja be az északír kapust, Carrollt. Beckham pedig szerencsére Solskjær derekát masszírozza meg ezzel a lövéssel. És a norvég fiú, akinek édesapja azt szerette volna, hogy birkózó legyen, és végül futballista lett, nem tudott gólt szerezni, mint ahogy Van Nistelrooy is fölé bombázta ezt a lehetőséget. Hát ez az első játékrész krónikája. Röviden, és azt hiszem Bozsik Péter nem lehet elégedetlen. Róla hallott Ferguson, ugye az édesapja révén azt mondta, bizonyára kiváló edző. Egyébként az angolok megpróbáltak mindent kideríteni az Zalaegerszegről, tudják például, vagy tudták, hogy 1912-ben játszott először zalaegerszegi csapat a Vasvár ellen, egy alkalmi társaság, és 4-2-re vesztett. Tudják, hogy 1920-ban alakult ez a csapat, amelyet van, aki Zalahúsnak, van, aki Zalaegerszeginek, van, aki Zalának hív, sőt olyan is akad az angolok közül, aki Zetét mond, de hát tulajdonképpen a lényeg ugyanaz. Megjegyzem, amikor először fociztak Zalaegerszegen, akkor már a Manchester kétszeres bajnok volt Angliában. A két csapat pénzügyi lehetőségeit pedig most ne hasonlítsuk össze. Itt azért a moston van a hangsúly, mert úgy 100 évvel ezelőtt egy Bernáthegyi kutya nyakában volt egy kis persely, mert úgy kellett összekalapozni némi pénzt a manchesterieknek, nehogy megszűnjön a klub. Aztán egy sörgyáros nem adományt tett be, hanem annyira megtetszett neki a Bernáthegy, hogy megvette, és ezzel megmentette azt a Manchestert, amelynek 14%-kal nőtt a forgalma az elmúlt évben, és mindenképpen egy jól prosperáló vállalkozás, két szállodájuk is van, van külön televíziójuk, rádiójuk. A manchesteri cserejátékosok futnak át egyébként most a pályán, ezért nem kezdődhet még a második félidő. És Peter Kenyon azt mondta, hogy itt az ideje, hogy az anyagi fölényét a Manchester érvényre juttassa az európai futballban, hiszen mindenütt Európában fogy a pénz, a klubok már nem tudnak annyit költeni, a Manchesternél pedig pénz, az speciál van Dögivel. Szóval visszatérve még, hogy az angolok mit tudnak a mieinkről, Zalaegerszegről például leírták, hogy egy 62 ezeres város, amely nincs messze Európa legnagyobb tavától, a Balatontól, egy nagy olajmező közepén terül el Zalaegerszeg, hát igen, így is lehet mondani, és
leginkább Szamosiról írtak, és Szamosira voltak kíváncsiak, hiszen Szamosi kerül szembe ezen a mai találkozón a második félidőben is David Beckham-mel. A United sem cserélt egyébként. Oshí, Veron, Kenesei, Veronról ment ki. Egresi pattintja oda magának, itt van Veron. Veron olyan jellemét, talán kettőségét az bizonyítja a legjobban. Említettem már a tanulás és a futball közötti antagonisztikus ellentétet, hogy a zenében is két kedvence van, Jennifer Lopez és Mozart. Nem mondanám, hogy hasonló stílusúak. Keane, Veron, Vince Otto. Beckhamet hozza a játékba. Beckham, Vince Otto próbál aztán javítani, ő nem tud Budis, ha igen. Ugyanúgy érzésem szerint, hogy az első félidőben, most is a második félidő első 10-15 perce döntő lesz, hiszen nyilván a United most akarja eldönteni a meccset, most akarják nagyon megnyomni. Beckham, Vince. Jovojevic tiszteletköre, Urbán, Vince Otto, csóka van üresen, rövé is a labda. Urbán, Keneseinek hosszú, Oshí. Egyébként azt mondta Bozsik Péter, hogy ha nagyon nagy iramú lesz a találkozó, akkor a 60-65. Perc táján majd cserélni lesz kénytelen, de hát bevethető Král is, bevethető Balog is, ha mondjuk középpályást kell behozni. Hiszen azért minden csapatban a középpályások futnak a legtöbbet. Van Nistelrooy, Beckham, Budisa. Nem is volt még kin, igaz, nem a miénk a labda. Oshí, Veron, Urbán, Jovojevic, Vince Otto, csóka, üres a jobb oldal, de mennyire, hogy üres, és de milyen üres. Babati. Babati ott hagyja Faragónak, de nem csak Faragó volt ám ott. Veron indít most már, Silvestre. Ő is megpróbálja meghúzni. Silvestre nem lassú fiú. Silvestre nem jut el Van Nistelrooyhoz. Tavaly a Bayern München ellen az Olimpiai Stadionban rúgott egy ilyen gólt a Manchester United. Silvestre elment a bal oldalon, Van Nistelrooy befejezte. Veron üresen, Beckham. Vigyázzunk a hosszú oldalon, Solskjaeré a labda. Solskjaer beközépre, Beckham. Ballal nem merte elrúgni, jobbal meg nem tudja most már. Keane megvárja Neville-t. Budisának kéne odaérnie. Ki fog menni a labda? Solskjaer már nem érte utol. Itt van Phil Neville. Tavaly a Manchester United-et ugye a Bajnokok Ligájában a Leverkusen búcsúztatta az elődöntőben, azt megelőzően a negyeddöntőben a Bayern München, és azt megelőzően ugyancsak a negyeddöntőben a Real Madrid tudta kiverni a Manchestert 99-es győzelme után. Selejtezőben mondom, 93-ban nem tudtak tovább jutni. Közben némi a rendbontás is kitör a leláton, ezt sajnálattal látom, azt viszont nem, hogy Babati indításra vállalkozik, Silvestre ment. Elképesztő mennyiségű biztonsági ember futott az egyik kerítéshez. Babati. Kenesei. Közönség nagyobbik része pedig sportszerű szurkoljatok, szurkoljatok kiáltással bíztatja az épp rendetlenkedőket arra, hogy mi is a dolguk. Beckham, Van Nistelrooy, ha már megvették a jegyet, ami ugye 4500 és 6000 forintba került legálisan, de 55-ért is kínáltak már jegyet erre a meccsre, sőt azt hiszem 45-ért vevő is volt. Kenesei. Csóka. Kenesei, Gex, Jovojevic. Üres a bal oldal, Szamosi. Jó nézni, hogy mindig van azért üres ember. Na most már érkeznek a kommandós rendőrök is. Egresi.
Aragóz nem jutott el a labda, elnézést, hogy nem csak arról beszélek, ami a pályán történik, de így teljes a kép sajnos. Van Nistelrooy lesen. Nem érti Van Nistelrooy. Két gólt rúgott a Boca Juniorsnak, előtte kettőt az Orhusnak előkészületi meccsen. Bomba formában van. Ő nem fáradt a VB miatt, sajnos ez is lesz kenesei, hiszen a holland válogatott nem volt ott a VB-n. Elég szűk most a pálya, mind a két csapat kicsit feljebb tolta a védekezését. Faragó rendkívül harcosan. Kardobás csikar ki Szilveszterrel szemben. Tapsol is a magyar pad. Mozsik Péter és Simon Antal áll. Ferguson bírja ülve. Csóka. Budisa. Szamosi. Ljubojevic. Urbán. Veron, Urbán visszaszerzi. Vince Otto. Nem jó Babatinak. Veron. Gix. Kérdés perce, hogy erővel, koncentrációval meddig bírja az Zalaegerszeg. Egy hiba azért végzetes lehet. Olyan szép ez a meccs eddig. Kín. És most már olyan nagyon ronda nem is lehet, szögezzük le. Blom. Szilveszter. Ez Szamosié. Erőteljes fejes. Mi több még pontos is Kenesei. Vissza Szamosinak. Kenesei megy a résbe. Hosszú a labda. Kenesei igazán, precízen, pontosan sajnos nem tudjuk megjátszani. Így még arra sincs esély, hogy egy szabadrúgást kicsikarjon. Nagyon jó labdaszerzés. Új, de szép szóló eddig. Ljubojevic. Ljubojevic. Létszám fölénbe vagyunk. Kenesei. El is lehet lőni. Ljubojevicről azt hitte, hogy tovább megy. Egresének is hosszú volt a labda. Most viszont felbillen egy picit a pálya. Beckham vezetheti rá a labdát Szamosira. Nagyjából visszaértünk. Ilić jön. Ajajaj, Szulcsár, üres a kapu. Csóka hihetetlen hidegvérrel. Ezt most köszönjenek Sasa Ilić, meg minden magyar Csóka Zsoltnak. Bravúros mentés volt. Már gurult a labda az üres kapu felé. Van Nistelrooy lesen. No jó, megint túlestünk a félidő első nagy manchesteri helyzetén, ne is legyen több. Lecsorog a labda Szulcsár, egyből kapcsol Csóka is. Kenesei. Blom. Beckham. Blon és Beckham. Veron. Gix. Urbán. Jaj, de kellett ez Flóri. És nézzük az előretörés, vajon fogja itt a Népstadionban egy másik Flórit idézni mondjuk. Kenesei a labda. Négy támadó, hét védő. Kenesei. Indul Babati a jobb oldalon. Lépés hátrányban Szulcsár. Szilveszter ismeri fel a veszélyt, Babati beadása. Egresi tudja, ha kimegy a miénk, Vince Otto azonban inkább nem engedi ki. Vince. Egresi. Kenesei. Bűvészkedünk egy kicsit, nem baj, jól csináljuk. Vince Otto, Kenesei. Most még mindig ott a helyzet, Egresi. Ez Phil Neville. Carroll. Beckham, nincs kinn a labda, Beckham próbál elmenni. Szabálytalan. Szamosi volt szabálytalan, Beckham nem reklamál, elvégzi a szabadrúgást. Veron, 10. perc, második félidő, 0-0. Keane. Megint ő. Veron, hagyja fél nevélnek. Visszaállunk ismételten, Beckham nagyon fegyelmezetten, taktikusan. Pár hiba becsúszik, de hát... Csóka játékában a legritkább esetben, most is ő szerelt. Csóka mezőny egyik legjobbja. Ajajajajaj! Babati, hát arra jó volt, hogy Ilićet is tesztelje, hogy ébere. Van Nistelrooy pedig megfuttatta. Ezért most nem kap Babati dicséretet. Itt van ő, csak aki 18 éves koráig Ausztráliában élt. Nem is kettős, hanem hármas állampolgár.
És neki ez a BL sorozat arra is jó, hogy bizonyítson, hogy esetleg érdemes egy nagyobb csapatnak is szerződtetnie, vagy jó teljesítménnyel maradjon Zalaegerszegen, és itt érjen el szép sikereket. Veron, Gix, Silvestre. Blom. Jelentem, rend van közben a lelátón. Blom. És tulajdonképpen rend van a pályán is. Van Nistelrooy. Phil Neville. Ezt meg lehet szerezni. Úgy is van Szamosi és Egresi. Gábor, használd ki a gyorsaságodat. Egresi. Nem pontos, nem pontos. Silvestre. Hely, ha Faragó erre számít, de kiszámított erre. Gix. Silvestre. Keane. Az már tavaly is bebizonyosodott, mondjuk, hogy a Manchester, a bombaerős Manchester leggyengébb pontja, relatíve leggyengébb pontja a védelem. Ezért is vettek ugye ide egy embert, Rio Ferdinandot. Phil Neville. Beckham. Keane. Lonnie a labda. Silvestre. Silvestre. Szabadrúgás. Faragó maradt le. Illich rendezgeti a sorfalat. A Kispestet és előtte a Pécset tudta megverni a Manchester a Magyar Kupa ellenfelei közül Magyarországon. Ferencvárossal, a Videotonnal, és még a kettő között a Győrrel nem bírt a United. Negatív tehát a magyarországi mérlege. Kix támaszkodott. Belőle meg rögbist akart a papa nevelni, de inkább gyors volt sem, mint erős, ezért a focinál kötött ki. Gix. Solskjaer. Gix. Nem tudok olyan matematikai műveletet, osztásszorzást, ami után ez szögletre jön ki. Tehát ez vagy szabadrúgás, vagy kirúgás. Leginkább kirúgás. Beckham. Ógol, Van Nistelrooy. De lesz, jó van, nyugodjunk meg. Hát most nem a Népstadion vagy a Puskás Ferenc stadion állaga mutatja, hogy hatalmas kő esett itt le mindenkinek a szívéről. Itt volt Lesen Van Nistelrooy. Egy jobbtalan szöglet után teszem hozzá. Itt a csúsztatás, és itt van Lesen Van Nistelrooy. Jó ítélet. Kint csúsztatta meg egyébként a labdát. Derék német asszisztens tette a dolgát. Csóka. Jubajevics. Budisa. Urbán. Csóka. Faragó. Babatival jött Solskjaer. Babati megharcol a labdáért. Faragó. Ő meg elveszíti. Gix. Van Nistelrooy. Beckham lép ki. Beckham. Ez nagy gólhelyzet. Beckham. Szamosi próbálja utolérni. Beckham. Illich bravúr. Beckham dühöngés. Hát Illich amilyen bizonytalanul mozdult ki annál a beadást, amit a Csóka mentett, most akkora bravúrral védett. Beckham érezte, hogy ott liheg Szamosi a nyomában. Ellőtte. Illich védett, zárta a szöget. Beckham, szöglet Budisa. Most fölényben a United. Fél óra pedig még hátra van. Egekbe szökik Illich vércukor szintje. Kín feje. Mellé ment. Solskjaer volt még ott. Itt a fejes Solskjaer nem tud beleérni.
Roy Keane. És a közönség pontosan érzi, hogy most kell a buzdítás az Zalaegerszegnek, Gosik Péter pedig cserélni fog minden bizonnyal. Giggs, Veron. Szépen vissza Giggshez. Csókát csapja meg Giggs. Giggs jobb lábán alatt a Giggs. Budisáról vágodott le. Mindig van egy láb, aki belelép. De hát meddig lehet ezt bírni? Beckham. Most nagy a nyomás. Nincs les. Keane. Beckham. Keane-nel. Szép összjáték. Keane. Ilić övé. Most kéne megtartani egy picit a labdát. 10-12 passzal, mint az első félidőben. Paragua elveszíti. Mert így nem lesz jó vége. Blanc. Na, károgást befejezzük. Phil Neville a labda. Beckham. Van Nistelrooy engedi maga elé. Van Nistelrooy jól látja meg Giggs-et, és most sajnos a bal lábán a labda. Van Nistelrooy. Kirúgás. Partjelző szögletet mutatott a játékvezető, fölülbírálta. Zicser-zicser hátán most. Ruud van Nistelrooy. Mr. Goal. Bonnie and Ranger in the Ring című 78-as slágerét Ruud van Nistelrooy sallalalalára költötte át a manchesteri közönség. Akiről pedig már dalt írnak, vagy át szövegezik, az már nagy klasszis. Arra felé is Veron. Keljünk föl, mutatja a partjelző Veronnak Vince Otto állta útját. És most jön a magyar csere, ahogy az várható is volt. Kis kézimunka volt, de a magyar kézimunka világhírű. És ezt tudta a német partjelző is. Van Nistelrooy reklamál, kap egy sárgát. Hatalmas ügyrivalgás fogadja a Stark játékvezetőnek Eme Bölcs döntését. És egyelőre Bozsik Péter még vár a cserével, pedig már úgy tűnt, hogy leadják a negyedik játékvezetőnél ezt a kis lapot, amire rá van írva, hogy ki helyett kijön be, de ez a pillanat most jön el. Kell a frissesség. A friss erő. Beckham. Veron. Silvestro. Blom. 64. perc. Sok van még hátra. Hoshi. Szülsárnak nem jó, Urbáné a labda. Beckhamé a labda. Hamarosan jön majd a magyar csapatba is a hetes, azaz Molnár Balázs. Budisa. Föl kell állni. Silvestro emberfeletti munkát végez Budisa is. Bavati megpróbálja megállítani Silvestro. Test a testnek feszül. Kirúgás. Hát igen, egy futballmeccsen az ember az első percben még egész testével jár. Ugye a 64. táján már inkább csak a lába viszi. Egresi jön le, már Vince Otto kocog oda, de ő csak taktikai tanácsér Bozsik Péterhez, és Egresi helyre jön be Molnár Balázs. Alapember volt a bajnok csapat Zalaegerszegben Molnár Balázs, aki ugye Spanyolországot is megjárta. És most megmutatja a többiek meg, hogy ki hova helyezkedjék. Vince Otto húzódik ki egy kicsit ide a bal oldalra, és Molnár Balázs középen próbál segíteni a többieknek. Kenesei. Molnár. Csóka. Budisa. Vince Otto. Molnár, Urbán.
Molnár Balázs, Csóka, ez az. Ez már az első fél időt idézi, de sajnos ez meg a másodikat. Elveszítjük a labdát nagyon gyorsan. Veron. Félnevél. Keane. Yoshi. Silvestre. Giggs. Most lefordul Babatiról Giggs. Giggs. Beközépre Ilić. Nem lehet kitenni, tudja Ilić is. Ezt előre kell inkább rugni, minél messzebb, annál jobb. Minél messzebbre nekünk az, annál jobb persze. Oshi. Veron. Itt most már úgy érzem, hogy nem annyira egy felépített akcióban, inkább egy védelmi hibában, vagy egy átlövésben bízhat az Zalaegerszeg. Van Nistelrooy. Keane. Már ami a támadó játékot illeti. Veron. Igen. Kenesei. Ő is hátra jön. Kenesei. Dajkálgatja picit. Molnár Balázs. Nem jó Faragónak a labda. Keane. Blom. Beckham. Babati tiporja el. El is fut onnan vihar gyorsan. Ugye a bírónak eszébe jusson esetleg egy sárgát adni. Beckham áll oda a labda mögé. Illetve még csak odaáll, aztán várja a labdát, hogy mögé állhasson. Giggs. Vince Otto. Szamosi. Inkább a rombolásra kutya most. Silvestre. Solskjaer. Szél egy picit visszanyomja a labdát, így jó Urbánnak. Molnár Balázs ügyesen oldalra. Babati. Ljubojevic. Keane. Nem volt szabálytalan? Ezek szerint nem. Keane. Beckham. Még ott a labda, és kiről megy ki? David Beckhamről. Urbán Flórián, a csapatkapitánya, az egykori újpesti kedvenc. És Beckham is kap egy sárgát, mert ő is szövegel. A holland és az angol irodalom nagyjai, Van Nistelrooy és Beckham. Így láttam az Zalaegerszeget című munkájukat, egyaránt sárga lappal díjazta a német játékvezető. Vince. Szerencsétlenül pattant a labda. Beckham, Vince Otto. Neville megmentette. Beckham csínbe adta. Vele is megesik az ilyen. Nagy autogram vadász volt még gyerekkorában Beckham. Sean Connery autogramjára volt a legbüszkébb. Most meg talán az emberek arra a legbüszkébbek, ha tőle kapnak autogramot. Azt hittem, kim volt a labda. Molnár Balázs adja el, Veron. Ljubojevic. Keane. Bármennyire is nyilatkozták azt a manchesteri vezetők, játékosok, hogy ők nagyon komolyan veszik ezt a meccset, azt hiszem nem erre számítottak. Egy nemzetközi porondon újonc, soha, általuk soha nem hallott magyar együttes, ráadásul azt azért tudjuk, hogy világszerte a magyar labdarúgást mennyire becsülik, vagy mennyire nem becsülik most, és ennek az országnak a bajnok csapata, egy nemzetközi porondon újonc együttes tartja a gól nélküli döntetlent 20 perccel a vége előtt. Molnár Balázs. Solskjaer oda bökött, oda piszkált. Keane, Beckham. És ilyenkor már nehéz fölpörögni, de föl tudnak persze. Ezt jelezték a helyzetek is a második fél időben. Babati. Föl tudunk-e mi pörögni még? Csóka. Babati. Molnár Balázs. Gyönyörű játék. És most talán nem. Kenesei nem tudott kilépni. Már ha jó irányba száll a labda, emeli a hangját, nem csak a szurkoló, hanem persze a riporter is. Veron. Egyet nem igaz, hogy nem tudnak hibázni. Nevillék ott hátul. Neville. Solskjaer. Jó lefordulás Szamosiról. Solskjaer. Giggs. Már lesz.
Molnár Balázs a kép előterében. Nincs idő arra, hogy 5-10 perc múlva vegye csak föl a játék ritmusát, majd kell ezt most tennie, és úgy látom, meg is teszi. Nem először ad jó labdát, sajnos Faragó elveszíti. Kín. Silvestro. Még utol fogja érni. Bizony. Silvestro. Babati átrágja magát, szinte szó szerint. Szöglet. Csóka a képen. Bekem kéri el a labdát. Kilic, megvan. Hiába ugrik neki Osi. Kics mindenkit kizavar a 16-oson belülről. Aztán odarúgja a labdát, ahol csak piros mezes. Vörös egészen pontosan. Silvestro. Bekem. Keresztlabda Veronnak. Kín. Szabadrúgást kapunk. Érdekes, hogy Ferguson még nem cserélt. Ő hagyja játszani ezt a 11-et, pedig mondjuk Bat, Scholes, Forlán ülnek a kispadon. Kín volt szabálytalan. Nálunk viszont jön majd az újabb csere. Szamosi. Vince Otto. Még mindig ő. Vince. Faragó csak hozzáérni tudott. Szulsár. Giggs. Üres területre, ő aztán robbanékony. Babati vágta ki. Kintről kanyarodott már vissza a labda. Jobbára a bal oldalon próbálkozik most a Manchester. Elsősorban Giggs lendületére appellálva. Blom. Phil Neville. Bekem. Jól bújt ki. Budisa. Ő szintén jól lépett le Van Nistelrooyról. Molnár Balázs. Látogatást teszünk az ellenfél tér felén. Faragó. Reméljük nem csak a rövid barátit. Babati, Faragó, tartósan be kéne ott rendezkedni. Molnár Balázs, jó kombináció, Babati, Osi, hazacsúsztatja. De Fergusont ez is talpra ugrasztotta. Veron, Osi, Silvestre, megtámadja őt Faragó, üres viszont Giggs. Oda kell érni a Molnár Balázsnak. Úgy veszem észre, odaért. Giggs lerázná magáról. Babatit nem különben. Babati rendkívül rutinosan. Giggs mutatja, és ez már negyedik. Babati lehet, hogy kap egy sárgát. De megint elsétál onnan Babati Feri. Mert Giggset szabályosan most már nem tudjuk megállítani. Újabb csere lesz. Balog érkezik majd. Méghozzá Faragó helyett. Faragó István megtette a magáét. Elsősorban úgy gondolom az első fél időben játszom aktívabban, jobban. Talán picit elfáradt. Jön Balog. Hadd erősödjön tovább a középpálya. Silvestre. Kín. Ez Bekem labdája. Osi. Veron. Bekem. Ez kanyarodik rendesen, egészen Babatiig. Babati. Még bírja, Babati. Balog. Finom csel. Útban volt egy picit a játékvezető, csak eljut Szamosihoz a labda. Szamosi. Kenesei várja bent középütt, Kenesei. Nem ad szabadrúgást a bíró, Kenesei nagyon szeretett volna kicsikarni egyet. Bekem. Lemarad a földön egyébként a saját kapujánál egy másik manchesteri játékos, nevezetesen Silvestre is. Őt kell majd ápolni. Kenesei talán egy picit fejbe rúgta. Nézzük csak meg. Igen. Leorrolta Kenesei térdét. Silvestre. Nem volt természetesen szándékos,
ő is a labdáért, mert is megérkezik egy géperejű jármű, csak el ne üssön ott valakit. És sérült Silvestre jön a kis kocsi. Ferguson gondolkodik, kell-e cserélni vagy sem. Miután megsérült Rio Ferdinand egy védő, és ugye Gary Neville egy másik védő sérült, azonnal próbálnak még egy védőt szerezni, és föl is vették a kapcsolatot. Egy francia 21 éven aluli válogatott játékosa Escudével. Scholes megy el melegíteni, Forlán is melegít. Könnyen lehet, hogy csatát is behoz majd Ferguson. Kocsi nem kell. Mozsik Péter is még egyet cserélhet, ha akar. Gyönyörű a Puskás stadion, ha így tele van, az kár, hogy nem lehet még jobban tele, de hát baleset veszélyes. Silvestrov kezd rendbe jönni. Mike Stone-nak hívják egyébként a Manchester orvosát. Ő hozta rendbe, Vince Otto pedig visszarúgja a labdát. Vagy kapura lő, dönts el ki maga, de hát ez természetesen egy sportszerű gesztus volt inkább. Oshi. Nyilván hosszabbítani fog Stark majd. Legalább egy percet vagy kettőt. Veron. Úgyhogy számoljunk úgy, hogy negyed óra van hátra. Oshi. Silvestre. Csak belerúg, csóka. Okosan emberhez fejeli, balogé a labda. Budisa. Szamosi. Mosi. Hát Keneseit nehezen tudjuk megjátszani, az ő feljátékára appellálunk. Híres zalai légierő. Mehet tovább a játék, Beckham pomporon találta Vince Ottót, aki kicsit szemrehányúan néz ezért rá. Sylvester Giggs. Csóka úgy vélte, hogy hozzáért egy magyar játékos, ezért rúgta ki az oldalvonalon túlra. Így nem szöglet, csupán bedobás. Sylvester. Könnyen lehet, hogy szöglettel felérő bedobás. Molnár Balázs. Nem jut messzire. Veroné a labda. Oshi. 45 méterre a kaputól. Van Nistelrooy perdít. És most talán, ha most meg tudnánk lendülni. Nem tudunk. Solskjær visszaszerzi a labdát Jubojevic-től. Sőt, már kapja vissza Giggs-szel szemben. Vesztettünk csatát, aztán jön Urván. És ha jön, akkor ott. De, akkor is. Azt hittem, hogy simán kihozza a labdát, de nem ez történt. Beckham. Szamosi bántja. Ez Beckhamnek jó szög, no nem fogja kapura rugni, de beadhatja Blanc és Oshi. Az angol légierő vonul előre. 79. perc, 0-0. Egy érvénytelen gólt tudott csak szerezni Van Nistelrooy. Beckham. Skimbolt már, igen. Solskjær visszafejelte, de vonalon túlról. Megint nyerhetünk egy fél percet, bízva Sasa Ilić rutinjában, aki lassan megy majd a labdáért, hogy elvégezze a kirúgást. Egyértelműen bőven kinn. Ole Gunnar Solskjær. Hát az ő példáján tudjuk, hogy Manchester az utolsó pillanatokban is nagyon veszélyes. Szabadrúgás. Molnár szabálytalankodott kinnel szemben, Giggsé a labda. Giggs. Ez már sajnos az igazi Giggs. Babatit is megkerülni. Nem tudja, mire vállalkozott. Bedobás. És csere, Solskjær jön le. És az ő helyére áll be Diego Forlán. Az uruguayi játékos, aki több gólt rúgott eddig a válogatottban, mint a Manchesterben. Mondjuk ez nem nagy bravúr, mert a Manchesterben még egyszer sem volt eredményes. Télen vásárolták, de bomba formában van.
nagyon elégedett vele Ferguson. Vince Otto. És azzal, hogy eladták ugye Yorkot, most már csak Solskjær, Van Nistelrooy és Forlán a csatár. Kenesei. A labda volt. Forlán. Világbajnokságon is láthatjuk, akkor Szenegál ellen volt eredményes. Argentínából igazolták egyéb iránt. Veron. Phil Neville. Belül az utolsó 10 percen. Beckham. Neville. Veron. Oshí. Phil Neville. Nem ment ki a labda, Beckham. Most viszont kint van. Szamosi belépője volt. Szép, szabályos. Veron. Megint áttevődik a játék a magyar térfélre. Oshí. Kín lesen, lefújta a játékvezet. A partjelző azonnal jelzett. Hatalmas határozottsággal. És nagyon jól. De valóban Kín lesen is volt. Ezzel nincs is mit vitatkozni. Jubojevic megy érte. Forlané a labda. Blom. Veron most már. Elég passzív. Forlán. Beckham. Megijedt egy picit milliókat érő lábát féltvén Baloktól. Mi pedig újra cserélünk. Kenesei jön le, és a pályán 19-essel Koplárovics Béla, aki azt hiszem mondjuk fél éve ezzel nem gondolta volna, hogy a Manchester ellen fog játszani, ugye Évisz futballistája volt, aztán eligérkezett Siófokra, szóban, ám írásban ezt az ajánlatot már nem erősítette meg, mert közben írta őt az Zalaegerszeg. Szabálytalanság. Kín és Beckham is a labdára mutat. A bíró pedig a bűnösökre. Nekem már nagyon nem reklamálhat, mert van egy sárgája. Szóval Kenesei Koplárovics váltja ott elől. Itt pedig Szamosi a manchesteri szendvicsben. Vince. Koplárovics. Megtámadja Carrollt. Beckham. Szamosi kezén. De mehet tovább. Nem volt szándékos. Vince Otto. Balog. Vince. Beckham rúgja ki. Beckham dübegurult. Vince. Vince még. Balog segít. Balázs, Balog, Szamosi. Ott hátra mutatják többen is Szamosinak, ő inkább Vince Ottót választja. Vince, Szamosi, most már tényleg hátra kell adni. Molnár, Budisa. Visszaküzdöttük magunkat, de nálunk a labda. Ilics. Kín. Neville. 85. perc. Az eredményjelzőn két nagy nulla, de az Zalaegerszeg teljesítménye nem az. Silvestre. Silvestre. Van Nistelrooy felé. Szamosi a hosszú oldalon jön, és Beckham is érkezett. Molnár. Csóka. Eladja, Forlán Csóka javít. Molnár Balázs, Babati, finom megmozdulás, vigyük ki onnan, úgy van, Balog, Vince Otto, Szamosi, picit a háta mögé érkezik, Szamosi, Szamosi még, Vince, nem nagyon zárkóznak a többiek, Babati, Jubojevic.
Van Nistelrooy becsapja, Urbáné a labda. Urbán, Molnár Balázs, mindenki tesz egy tiszteletkört, mert utána kell, de jól tartogatjuk a labdát. Urbán lódul meg kint. Fölteszi a kezét, elismervén, hogy szabálytalankodott. Urbán Flórián pedig szerelését rendbehozva hátrabaktat. Itt a szabálytalan belépőnk. Pince Otto. Urbán, Budisa. Urbán. Dubajevic. Molnár. Na jó, de próbáljuk meg talán a másik térfélen. Nyugodtabban nézzük úgy. Budisa megkapja Szamositól. Vince Otto szépen. Szamosi, Vince, megint nálunk van, és még szabálytalankodtak is Vincével szemben, Veron volt a vétkes. Hát 1957. július 7-én játszott először nemzetközi meccset a Zalaegerszeg, akkor a szír válogatott ellen, azóta játszott már vietnámi katonacsapattal, kubai A és B válogatattal egyaránt, ez a legrangosabb ellenfél, és ez a legrangosabb ellenfél sem tud nagyon mit kezdeni. Beckham kapott egyet a lábára. A baj nem olyan komoly, mármint Beckham szempontjából, tehát ez nem egy súlyos sérülést okozó szabálytalanság, valóban nem volt egy szép belépő. 88. perc. Beckham a labda mögött. Urbán fejelteti Giggs. Balog, jól húzta ki, oppá! Kár volt elfejelni, Babati, Veron, Beckham. Még bent volt két emberünk, úgyhogy nem volt les, Beckham adja be. Irics pedig jött, de erre nem számíthatott Budisa. Még mindig a 88. perc, pedig most már perceknek tűnik, mióta itt vannak, Beckham. Van Nistelrooy nem tudott lőni. Giggs emeli föl, Blanlesen mellé is rúgja, így a biztos persze. Szavunk nem lehet a német játékvezetői hármasra. De tényleg les volt. Mindent jól látnak, jól is fújnak. Illich pedig már azt szeretné, hogyha nem a 89. percben járnánk, hanem mondjuk vége lenne a meccsnek. De a bíró mutatja, hogy persze be fog számítani egy kicsit. Illich viszont úgy dönt, hogy neki most éppen fogalma nincs arról, hogy szabadrúgás vagy kirúgás következik. Meggyőzték, hogy szabadrúgás. Koplárovics. Carroll. Blanc. Tóka, Molnár, Dubajevicsel, szép összjáték, Balog, ez is jó, Vince Otto, hát ha valami huszáros magyar hajrá lesz a végén, Szamosi, jó gurigázás, Szamosi, nagyon kevesen vagyunk ott, Dubajevics, Koplárovics, talán egyedül, Blanc fűznéve, Koplárovics, szabadrúgást lesz lefelé, nem mehet tovább. Oda ment a bíró és mutatta, hogy mehet tovább. Hogy reménykedett itt 28 ezer ember. Szilvesztra. Most meg aggódik, mert meglódul Forlán. Ki vezette, úgy van. Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabadrúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. Három perc hosszabbítás lesz. El is indult most az a három perc.
Szamosik ér keresztlabdát. Szamosi! Ne kéne adni jól! A tájtett! Gól! Koplárovics! 1-0 a 91. percben! Többet, mint feltámadás! Koplárovics Béla első gólja a Zalaegerszegben! Hát persze, hogy a Manchester Unitednek! Phil Neville egyetlen-egyet hibázik, Szamosi elromog! Ugyanannyi az eredmény, mint a Zagreb ellen. Dehogy nem kell hosszabbítani, hogy ne kéne, most kell lefújni. Csodálatos, csodálatos. Neville elszámolja magát, Neville a szél is becsapja. Úgy tűnik hosszú labda, nem, de nem. Szamosi élesen középre. Koplárovics pedig érkezik Sylvesterrel egyetemben. A lassítást meg kell nézni, hogy ő rúgta a gólt, vagy öngól volt, de nem, azt hiszem ez Koplárovics találata. Olyan mindegy, 1-0 ide. Előny van, emberek. Koplárovics a gólszerző, igen, jól látszik. Veron, Van Nistelrooy, maradjon is most már előny. Gix elől, Havati. Harcol ki egy bedobást. Veron jön még. Veron lő! Elég. Kinic jól látta. Veszélyes eredmény ez a Manchesternek, ettől függetlenül. És tombol. Tombol a stadion. Tombol, gondolom mindenki. A tévékészülékek előtt. Mi egész Magyarország. De van is miért. Egy eredmény, amit nem kell magyarázni. Sárga lapot fog kapni Ilić. Igen, ez már mondjuk túlzás. És úgy dönt, hogy nem folytja meg még a bírót, bár érzése szerint rászolgált erre. Kap egy sárgát. Az Zalaegerszeg meg piros pontot. Veron. Gix. Babati. Még egy szabadrúgást megítél Stark. 3 perc az 3 perc. Még egy sárga lap Molnár Balázsnak. Lelke rajta, már mint a bírónak. Sárga ruhában lévő embernek kéne 3-ot fütyülnie, eljött 28 ezer fütyül. Méghozzá hatalmasat. Molnár csúsztatja meg. Elrúgjuk onnan. Most viszont már lejárt az a 3 perc, sporttársam. Blanc. Jubajevics. És vége! Ebben a pillanatban vége! A Zalaegerszeg történetének legfontosabb mérkőzését, történetének legnagyobb győzelmét aratta. Hogy aztán a pokolban, a vörös ördögök ellen, az Old Traffordon mi lesz, az persze nem tudjuk. De egy tény, Zalaegerszeg, Manchester United 1-0. Nem tudom, milyen eredmények születtek a Bajnokok Ligája selejtezőjében a mai napon, de hogy ennél nagyobb meglepetés nem született, az egészen bizonyos. Örüljük, hogy ezt láttuk, kedves nézők, Koplárovics góljával, tehát a Zalaegerszeg, kimondom még egyszer, megverte a Manchester Unitedet 1-0-ra, és most már bármilyen hihetetlen, de arról is lehet beszélni, hogy akár a Zalaegerszeg tovább is juthat. Más kérdés, hogy még mindig nem a zalai csapat az esélyesebb. De magyar csapatnak soha nem sikerült Bajnokok Ligája selejtezőjében az utolsó körben hazai pályán nyernie a Zalaegerszegnek. Ez is összejött, méghozzá nem is akármilyen ellenféllel szemben. Hát, kedves nézők, én kiüvöltöttem magam, úgyhogy többet már nem is tudok már fizikailag sem mondani. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Csak én búcsúzom természetesen, viszontlátásra.